Sziasztok! Dévu Matiszt fogunk megnézni. Megnézzük, hogy a se. Múltkor jó pár autót mutattam, azt mondtátok, hogy az nagyon rozsdás. Úgyhogy most mutatok tényleg, ígértem akkor, hogy mutatok tényleg nagyon rozsdás autót. Hát akkor nézzétek meg ezt a Dévu Matiszt hogy milyen állapotban tud lenni, és általában sajnos a legtöbb ilyen állapotban is szokott lenni. E, borzadály, ez az autó kifejezetten rossz állapotú, tehát tényleg, ahol lehet rohad, nem tudom valószínűleg nem is kapta meg, amit érdemelt volna, de ettől függetlenül konkrétan nem sikerült az egész alját fölvennem, de katasztrofális állapotban van. Itt látjuk az ívek kezdenek szétrohadni, az ajtók alja, a küszöb már ki volt cserélve, de már gyakorlatilag már az is szétrohadt, folyik belőle olaj, lengés, minden folyik belőle mindenhol. És mindjárt látjuk a lényeget, hát itt ez, na ez rösda, tehát ez így, ez már kakuk. És a másik oldala még rosszabb az autónak, úgyhogy ez az a kategória, amit tényleg úgymond el lehet felejteni, tehát ezt már megmenteni gazdaságosan nem fog lehetni. Egy ilyen autót nem szabad megvenni, ezt be kell tolni, nem is biztonságos, hozzáteszem. Tehát ezt meg kell fogni, ez be kell tolni a bontóba, és még ott is fizetünk, hogy leadjuk, mert ez így katasztrófa. Tehát így látjuk, nyilván egy kis tákolás is van benne, de viszont új küszöbb van hengezte, és az, az is megadta magát. tehát egyszerűen teljesen hasznavehetetlen az egész autó, úgyhogy hát ez volt a Dévumatiz, úgyhogy óvaintelek az ilyen autóktól mindenkit nem szabad ilyen állapotú autót venni, még ingyen sem. Na, no, ennyi volt egy rozsdás autó, sziasztok!